dolgozó nő valahogy mindig gyanús, hogyha van családja, és amellett sikeres a munkájában, akkor biztos a gyerekei látják a kárát a karrierjének. Ha esetleg úgy döntött, hogy fontosabb számára a karrierje, akkor nagyon gyorsan rásütik a bélyeget, hogy igen, ő egy önző karrierista dög. Ha pedig otthon van, neveli, ellátja a gyermekeit, akkor nagyon könnyen rámondjuk, ki ne hallotta volna már ezt a mondatot, hogy neked úgyis van időd, hiszen te mindig otthon vagy. Az idén nem csak az írásaitokat várjuk, hanem akár fotóval vagy videóval is pályázhattok. A pályázat díjátadója az idén április 7-én lesz, egyáltalán nem véletlenül, hanem azért, mert ez a láthatatlan munka világnapja. Mi az a láthatatlan munka? Az, amire elmegy az időd háziasszonyként, családanyaként, vagy egyszerűen nőként, és az égvilágon senki nem becsüli. Ez a pályázat a Richter a Nőkért programnak egy fontos része. Eddig is olyan témákat feszegettünk, amik tabu döntő témák voltak. Szerencsés vagyok, mert szerintem akkor tud az ember igazán kiteljesedni, hogyha nagyon szereti azt, amit csinál. Van a férjem, van a 7 gyerek, és van én, még persze így alkotjuk a családot, és ezen kívül a családi körbe beletartoznak a betegek is. Tehát én a munkám során tulajdonképpen a családi életemet élem majdnem. A Richter egyértelműen egy családbarát munkahely. Talán azt gondolom, hogy az sok mindent jelez, hogy a vezetőknek 50%-a nő. Nagyon sok olyan infrastruktúra van, ami a nők számára a munkavégzést elősegíti, mint például van vállalati óvoda. Nem kellett kitalálnom magam, hanem egyszerűen csak megtalálnom magam. El kellett hinnem azt, hogy foglalkozhatok azzal életvitelszerűen, amit szenvedélyesen szeretek. Zenélés az a misszió. Család, elhivatottság, attól vagyok igazából ember, hogy zenélhetek. Hozzászoktunk ahhoz, hogy tevékenyek vagyunk, hogy akarunk dolgokat csinálni, és hogyha ezt így ilyen mártíromság útján így kiszakítja magából a nő, akkor sokkal többet sérül a család, meg a gyerek is. El kell engedni azt, hogy mindenhol 1000%-ig megfeleljünk, és hogyha nem 1000, vagy még csak nem is 100%-ig felelünk meg, akár a munkahelyen, akár anyaként, attól még azért egy nagyon jó teljesítményt lehet letenni az asztalra. Senki felett nem kell párcát törni. Én azt gondolom, hogy mindenkinek egyénileg kell eldönteni, hogy mi az, ami belefér az életébe. Segítsék egymást, mert ha mi nők nem tesszük egymással, nem várhatjuk el senki mástól. Szóval mi vagyunk a saját magunk legnagyobb szövetségesei. Te miért dolgozol? A te számodra mit jelent a munkád? Örömforrást, muszájt, megélhetést, önmegvalósítást, esélyt vagy terheket inkább? És a legfontosabb kérdés talán, mennyire érzed megbecsülve a munkádat? Az idén 6. alkalommal hirdetjük meg a terézanyú pályázatot. Az írásokat, mint mindig, egyes szám első szemében várjuk, valódi történeteket, valódi nőktől, tőletek, március 22-éig, 5000 karakterben, és a terézanyu.hu-ra fel tudjátok tölteni az írásokat is, és természetesen a fotókat is, vagy a videókat is.